Rendőrkézre kerültek a múlt pénteki fegyveres rablás elkövetői. A három fős társaság nem először követette bűncselekményt Celdömölkön. Tetteikért akár 15 évet is kaphatnak. Az elmúlt napokban a főtéri járókelők már megcsodálhatták az új szökőkút vízoszlopait. Ha november, akkor érdemes utána nézni a gépjármű kötelező biztosítás váltás lehetőségének. Az interneten található kalkulátorokat már több millióan használták a hónap eleje óta. Csillagászati magasságokban az üzemanyagárak. Az elmúlt hetek folyamatos drágulása sokkolja az autósokat. Egészségügyi előadás az Együtt Celdömölk Városért Egyesület szervezésében. A sporthírekben asztali tenisz mérkőzésről tudósítunk. Kívánok. A szombathelyi bíróságon elrendelték a celdömölki fegyveres rablás gyanúsítottjainak előzetes letartóztatását. A három fiatal jobb anyagi körülményeket akart teremteni magának fegyverrel. 2011. november 4-én, 15 óra körül időben az egyik celdömöki utazási iroda és valutaváltóban dolgozó alkalmazottat egy akkor még ismeretlen tettes, fegyvernek látszó tárgyal fenyegetve a bevétel átadására kényszerítette. A bűncselekmény során az elkövető valutát, illetve forintot tulajdonított el, majd a Széchenyi utcában várakozó mat, sötétkék színű Opel Omega típusú személygépkocsival távozott. Hiába tették közzé a pénteki celdömöki fegyveres rablás képeit a rendőrök, senki nem ismerte fel a kisvárosban lakó fiatalembert. Vagy legalábbis nem jelenkezett az, akinek ismerős lehetett a fotó. Ennek ellenére a nyomozók már vasárnap sejtették, kik lehetnek az elkövetők, és hétfő reggel egyik el is fogták pápán. Két másik férfit celdömökön kapcsoltak le. Csütörtökön már a lefoglalt bűnjelekkel tartottak sajtótájékoztatót szombathelyen a rendőrök. Bezacskózott pénzkötegek, cipő, sapka és fegyver feküdt az asztalon, amiket a nyomozók a ház során foglaltak le. A múlt pénteken erre több millió forintnak a harmada kerül csak elő, a többi pénz sorsa egyelőre ismeretlen. A három fős társaság kifigyelte a celi utazási irodát, mivel úgy tapasztalták, hogy ott nagy a pénzmozgás, sokan járnak oda pénzt váltani. Egyik be is ment felmérni a terepet, és pénzváltás közben megfigyelte, hogy valóban sok pénzt rejt a kazetta. A rablás nem ő, hanem társa vitte véghez. Amikor senki más nem volt az irodában, a férfi bement és udvariasan beszélgetett a pénztáros nővel. Ezután közölte, hogy ez egy rablás és kéri a pénzt. A pénztáros először viccnek vélte a dolgot, de az előhúzott fegyveren már ő sem nevetett. Komótosan rakta a pénzt a neki átadott táskába, ez nem tetszett a rablónak, aki a kazettához ugrott és belemarkolt a pénzbe. Ekkor a bankjegyek egy része szétszóródott. A rablónak már nem volt ideje felszedni, mert egy szirénázó mentő húzott el a közelben, amire azt hitte, hogy a rendőrök jönnek a rabláshoz. A táskát odaadta közelben várakozó társának, ő pedig felső ruházatát ledolva elmenekült. A fiatalok számlájára nem csak az utazási iroda kirablása írható. Augusztusban egy ékszerboltot is megloptak, valamint egy családi házból is vittek el értékeket. A városmag rehabilitáció részeként a felújított Szentháromság teret szökőkút is ékesíti. A kút a téravatásra még nem készült el, de próbaüzeme a héten megtörtént. Beüzemelése pedig tavaszra várható. Lassan véget érnek a városmag rehabilitációt szolgáló beruházások munkálatai. A második ütem részeként felújított Szentháromság téren egy újabb békesség is helyet kapott. A nyitottabbá és átláthatóbbá vált téren a Szent Háromság szobor és a Géfintérről áthelyezett ifjúpárt ábrázoló alkotás mellett a tér másik pólusában egy szökőkút került kialakításra. Az október 22-i avatóünnepségre a kutat az időjárási viszonyok miatt még nem sikerült kész állapotba hozni, október utolsó hetében azonban nekiláttak a medence csempézésének. A héten véget értek a tér új elemének kialakítási munkálatai, csütörtökön a próbaüzemet is elvégezték. A városlakók örömére több méter magasra szökő vízsugár látványa fogadta az arra járókat. A szökőkút alja a kitörő vulkánt idézi, hiszen egy bazalt színű kerámia burkolatba a feltörő magmát jelképező vörös és sárga kerámia diszítés került, ami a vulkánra utal. A téli hónapokra már nem hozzák működésbe a városközpont új ékességét, de a tavasz beköszöntével már gyönyörködhetünk benne. Megindult a biztosítók közötti verseny a gépjármű felelősség biztosítási piacon. Az autótulajdonosok ismét számolhatnak, vajon melyik társaság ajánlata a legkedvezőbb. Elindult a kötelező biztosítás 2012. évi kampánya. A biztosító társaságok közzétették a díjaikat, az online biztosítási alkuszok legtöbbje már be is építette a kalkulátorokba, vagyis az ügyfelek már számolhatnak és szerződést is köthetnek. A kötelező biztosítás évfordulója 2010. január 1-ig egységesen mindenkinek január 1-e volt, azonban ezt egy rendelettel eltörölték. Az új törvényi változás miatt azon ügyfelek, akik 2010. január 1-e után vásárolták az autójukat, vagy kerültek bejegyzésre a forgalmi engedélybe, mint üzemben tartók, nekik az évforduló az autó megvételének időpontja, vagy az üzemben tartói változás dátuma. Magyarországon jelenleg 4,1 millió kötelező biztosítási szerződés van. Ebből a fenti intézkedés véget körülbelül 700 ezer gépjármű tulajdonosnak már nem január 1 -e az évfordulója, ezért mindenkinek, aki a kötelező biztosítás váltás mellett dönt, annak ellenőriznie kell a szerződésének évfordulóját is. A Magyar Biztosítók Szövetsége közleményben hívta fel az autósok figyelmét, hogy azon ügyfelek, akiknek az évfordulója távolabb esik, mint 60 nap, ne kezdeményezzenek biztosítóváltást 2012-re, mert az új szerződés megkötéséig a kedvezmények megváltozhatnak, amelyek díjeltérést okozhatnak. Amennyiben valaki évvégi évfordulós kötelező biztosítás kezdeményez 2012 évre, annak a meglévő szerződését legkésőbb 2011. december 1-ig írásban kell felmondania a jelenlegi biztosítójánál. Úgy tűnik, hogy megállíthatatlan az üzemanyagárak emelkedése. A benzin átlagára két forinttal megközelítette, a gázolaj pedig már át is lépte a 400 forintot. Történelmi csúcsokat döntött meg az elmúlt hetekben a benzin és a gázolaj ára. A 400 forintos rémálom határt a gázolajé át is lépte. Felfoghatnánk egy kicsit viccesen is, mert ugye mikor valami drága, azt szoktuk mondani, még szerencsére hogy lehet kapni. Tehát most egyelőre még az üzemanyagra is, tehát a gázolajra meg a benzinre is igaz, hogy még lehet kapni. De hát én szerintem a, a, a az emelkedés ez, ez még nem állt meg. A benzin átlagára jelenleg 398 forint a gázolaj 400 forint felett van. Utoljára 2011 elején fordult elő olyan, hogy a gázolaj drágább volt, mint a benzin. Az emelkedés a kutak forgalmának változásán is érezhető. Nagyon sokszor észrevettük azt, hogy amikor volt áremelés, tehát nem így heti szinten, nem volt egy jó 6-10 forintos áremelés, abban a pillanatban észrevettük, hogy az előtte való napokba. Egy vagy két napban ugye már erőteljes forgalmunk volt. Igaz, ugye nekünk ez több bevételt, nem jelentkezik, mert az utána lévő napokon ugye mindig kisebb volt a forgalmunk. Hát most már ez nem számottevő, tehát valamennyivel 10-20 kal nagyobb a forgalmunk előtte valónap, de igazából most már az emberek ugye úgy, úgy érzem, hogy vagy belefáradtak, vagy ugye elfogytak a Az autósok most is 20-25 forintos árkülönbséget tapasztalhatnak a kutaknál. Így előfordulhat, hogy valamelyik üzemanyagútnál a benzinára is 400 forint felett van a gázolajéhoz hasonlóan. Folytatódik az Együtt Celdömök Városért Egyesület egészséges életmódhoz kapcsolódó programsorozata. Az Egyesület november 9-én Gerincnapra várta az érdeklődőket az Együtt Celdömök Városért Egyesület egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázatának soron következő előadásának témáját ezúttal a gerincbántalmak, betegségek és ezek megelőzése adta. Miután Csiha Csabáné projektmenedzser köszöntötte az egybegyűlteket, dr. Kovács Zoltán háziorvos orvos vette át a szót, aki a sokakat érintő mozgásszervi betegségről beszélt hallgatóságának. Mint elmondta, a gerincbetegségek vezető tünete a derékfájás, mely a lakosság kétharmadát érinti, és a rokkantságokai közt a harmadik-negyedik helyen áll. Minden mellett a derékfájás betegsége miatt fizeti ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a legtöbb táppénzes napot. A betegségnek két típusa ismert, a mozgásszervi eredetű és a nem mozgásszervi eredetű derékfájás. Leggyakoribb okai a túlnyújtott hátizmok és gerincizületi szalagok, valamint a túlságosan összenyomott porckorongok és a túl kemény, görcsös, gerinckörnyéki izmok, melyek a nem megfelelő emelés, cipekedés vagy egy hirtelen rossz mozdulat következtében alakulnak ki. Az előadás során a betegség kialakulásának okain kívül a tünetek ismertetése és a megfelelő terápiák ajánlása sem maradt el. Az Együtt Celdömök Városért Egyesület legközelebbi egészségmegőrző programjára november 16-án kerül sor, amikor dr. Krizmanics Mária kardiológus főorvos beszél a szív- és érrendszeri betegségekről. Szombaton már negyedik alkalommal rendeztek baba bőrzét a KMKK előcsarnokában. A használt gyerekruhák és játékok vására egyre népszerűbb a szülők és a nagymamák körében. Minden szülőnek egy idő után komoly fejtörést okoz a kinőtt ruhák és a megunt játékok tárolása. Ebből az apropóból született meg a használt ruhák és játékok vására, mely minden alkalommal egyre nagyobb érdeklődőt vonz. A legelső március végén volt, ahol nem csak az eladók, hanem a kismamákat és az édesanyákat érintő szolgáltatások képviselői is jelen voltak. Mivel minden anyuka, kismama pozitív, pozitív visszajelzést küldött nekem a bőrzével kapcsolatban, ezért úgy gondoltam, hogy akkor ebből rendszert csinálunk, és akkor negyed évente kellene, hogy megtartsuk ezt a bőrzét. A helyszínt mindig a KMK biztosítja nekünk. A bőrzén elsősorban bébi és kisgyermek ruhák között lehet válogatni, de találhatunk játékokat, könyveket, babakocsit, bébi hordozót és egyéb kiegészítőket. Azok a ruhák, melyek nem találnak gazdára, de az anyukák már nem szeretnének hazavinni, azt Vivian eljutatja a védőnöknek, ők pedig a rászorulóknak továbbítják. A szülők is nagyon örülnek ennek a kezdeményezésnek, mert nem csak a gyermekük ruhatára, hanem játéka is állandóan megújulhat. Ezen felül a kis életében a problémák, Tanácsokat, ötleteket kaphatnak egymástól. A tél közelettével itt az ideje autóinkat felkészíteni az időjárási viszonyokra. Ez elengedhetetlen a biztonságos közlekedés szempontjából. Az egyik legfontosabb feladat a téli gumik felszerelése. Magyarországon nem kötelező használatuk, de a biztonság szempontjából fontos. A nyári gumik alkalmatlanok a latyakos, havasságos utakon történő biztonságos közlekedésre. A téligumit tartósan plusz 7 fok alatti hőmérséklet esetén kell felszerelni. Általános követelmény a megfelelő téligumival szemben a minimum 3-4 mm mélységű bordázat. A következő feladat az ablaktörlő lapátok ellenőrzése. Csíkos törlés vagy szakadt ablaktörlő gumi esetén le kell cserélni a lapátokat. Az autón kűtő folyadékát fagyáló folyadékra kell cserélni ellenőriztetni kell a hűtőfolyadék fagyáspontját. A helyes szint a mínusz 20 és mínusz 32 közötti fagyáspont. Az ablakmosó folyadékot is le kell cserélni téli folyadékra, különben belefagy a tartályba. Nem szabad elkeletkezni az akkumulátorról sem, érdemes terheléses vizsgálatnak alávetni. Fontos a lámpák működésének ellenőrzése is, különösen a fényszórók és a ködlámpák állapotát kell felülvizsgálni. Ezek mellett a fék irányjelző helyzetjelző tökéletes működésére is ügyelni kell. Fontos téli tartozékok a jégkaparó, a jégoldó, a páramentesítő és a zárulajzó. Ezeket télen érdemes könnyen elérhető helyen tárolni az autónkban. maradt fordulót pótolt asztani tenisz csapatunk szerdán a Nógrád megyei Szécsényben. Az eddig veretlen CVS-e ezúttal igazán nehéz csatára számíthatott a rutinos játékosokat felsorakoztató újonc ellen. Hat győztes meccs után az eddigi legnehezebbnek ígérkező összecsapás várt Klompár Tibor játékosaira a hétközi fordulóban. A találkozó pikantériáját az is fokozta, hogy a celiek mestere ezúttal ellenfélként küzdött tanítványaival, hisz a kétszeres világbajnok Celi tréner, a szétsény igazolt játékosa. A párosok meccsét nagyszerűen kezdte a fazekas Kristondó, de a második szettől már nehezebb dolguk volt a vendégeknek. Szoros játszmákban három 1 nyertek a celiek, így egy nullás előnyel várhattuk a folytatást. Az első egyéni körben egyedül fazekasnak sikerült 3 0 nyerni, Kriston és Szita már jobban megizzadt a győzelemért, ők 3-2-es meccseken bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A 4 0 ás CVS előnyel kezdődő második körben megszerezte első győzelmét a Szécsény. A sok éves rutinnal rendelkező Vicse kíván három sima szedben verte Kristont, fazekas ugyanilyen arányban nyert Potpinka ellen. A kör harmadik meccsén Szita Márton 3-1-re győzte le mesterét, Klampár Tibort. Az utolsó körre tehát már eldőlt a két pont sorsa, a kérdés csupán az volt, hogy milyen arányú sikert ér el a celdömök. Vicsek ezúttal sem hagyta magát, alaposan megszorongatta fazekast, de végül 3-2-re alul maradt a Celdonolkiek válogatott játékosával szemben. Szita 3-1-re gyűrte le potpinkát, és befejezésként jöhetett egy újabb nagy összecsapás. Kriston és Klampár meccse fordulatos és látványos küzdelmet hozott, a végén az alaposan elfáradó mestert 3-2-re győzte le fiatal Celi tanítványa. A Várnál nagyobb arányú 9-1-es sikerével tovább őrzi 100%-os mérlegét a CVS Svitelszkive valkagárdája, és újabb nagy lépést tett az újabb bajnoki címvédés felé. Kedves nézőink! A TVC támogatja azt a társadalmi gyűjtést, amely a Nemzeti Segélyvonalon keresztül folyik az egyiptomi buszbaleset áldozatainak hozzátartozói, illetve sérültjei számára. Nézőink a 1752-es telefonszám felhívásával egyszeri 250 forint pénzadományt juttathatnak el számukra az öt legnagyobb magyar segélyszervezeten keresztül. Kérjük hívják a 1752-es Nemzeti Segélyvonalat! A 1752-es telefonszám a 20-as és 70-es mobiltelefonokról együttműködés hiányában sajnos nem érhető el. Hírmagazinunk véget ért, mára megköszönöm figyelmüket. Adásunkat ma este 6 órakor megismételjük. Egyéb műsorainkról képújságunkból tájékozódhatnak. Én munkatársaim nevében is búcsúzom Önöktől a viszontlátásra.